Tavaly februárban Siolgárdon készültek ezek a felvételek. Már akkor tudni lehetett, hogy a településen keresztül halad majd a Sió projekt részeként épülő Szekszárdot Siófokkal összekötő kerékpárút. A fejlesztés Szekszárdot, Siolgárdot, Medinát, Pálfát és Simon tornyát is érinti. Siolgárd polgármestere szerint a beruházásoknak köszönhetően sokkal több turista látogat majd a faluba, ami jót tesz a helyi gazdaságnak is. Ha majd megépülés, először tekerünk majd rajta egyet, akkor fogjuk látni, hogy még ha gyorsabban is teker az a turista, meg fog állni, mert olyan szép környezettel találkozik, hogy nézegetni fog. A projekt most kapott zöld utat, a fejlesztés lebonyolító Tolna Megyei Önkormányzatnál elvégezték az előkészítő munkát, így hamarosan elkezdődhet a 62 km hosszú nyomvonal kialakítása. A bicikliút mellett és a településeken fedett kerékpártárolókat, akadálymentesített pihenőket és mosdókat is kialakítanak. Erre közel 400 millió forintot költenek el. Később további 300 millió forintból a síóvizén kenuval vagy kajakkal levezőknek hoznak létre pihenőket, további 300 millió forintból pedig egy turisztikai központ épül. A Tolna megyei önkormányzat elnöke szerint ezek a fejlesztések nem csak a turistákat, hanem a helyieket is szolgálják. Nyilván a településen ez élénkülést hozhat a gazdaságban, hiszen szobákat adhatnak ki, kiszolgálhatják az erre érkező kerékpáros és gyalogos és egyéb turistákat. Valamelyest a gazdaságon is élénkítenie kell ennek a történetnek, hiszen köztudott, hogy a turisztika minden országban jelentős idegenforgalom, ugye jelentős bevételeket biztosít a településeknek, illetve az adott országrésznek. A Sió projekt első ütemének kivitelezési munkái a tervek szerint 2019 tavaszán kezdődnek el.